Javában forog a visszaszámláló, és a színes lufik is sejtetik, ez a nap eltér a hagyományostól. A diákok 100 napot már jártak iskolába, így már csak 83 van hátra a nyári vakáció kezdetéig. Ennek apropóján külföldi példára tavaly új hagyományt teremtettek a gyerekek legnagyobb örömére. Az egész iskola összegyűl, és visszaszámlálunk 100-tól, és mindenki nagy ujjongásban tör ki, amikor a nullához ér, ugyanis ez a 100. napunk. A tapasztalatok szerint a tél végére a gyerekek egy kicsit elfáradnak. A karácsonyi szünet már elmúlt, a tavaszira pedig még várni kell. Ezért mókás feladatokkal próbálják meg átlendíteni a tanulókat a holdponton. A pedagógusok célja, hogy egy kis erőt, motivációt, lüktetést vigyenek a diákok mindennapjaiba. 2 éve kezdtük ezt a programot, a kollégáim találták ki ezt a 100. napra vonatkozó kis programot. Azért van ez a foglalkozás, hogy a gyerekek a 100. tanítási napon egy kicsit megálljanak a hétköznapi életben, és akkor ne a tanulással foglalkozzanak egy kicsit, hanem a személyiségüket fejlesszük, illetve egy kicsit csapatépítés jelleggel is, egy kicsit élvezzék magát az intézménynek a kereteit, és egy kicsit úgy felbojdul az élet ebben az intézményben. A szervezők olyan feladatokat állítottak össze, melyek segítségével fejleszthetik a diákok szociális érzékenységét, empátiás készségét, de egyben a hagyományokat is ápolják, és a társas együttműködést is elősegítik. Rögtön reggel a 100. belépő tanulót megjutalmaztuk egy reggelivel, illetve egy desszerttel. Az aulát feldíszítettük, van egy 100-as fotófalunk, ahol lehet szabadon fotózkodni. Mivel az egész napunk a 100-as szám körében tengleng, úgymond 100 percig gyümölcsleveket árulunk 100 forintért, illetve plusz állatokat árulunk. Eközben 100 percig a tornatermünkben röplabda, illetve tűzharc mérkőzések folynak kicsik és nagyok megelégedésére természetesen, illetve amint láthatják itt az ebédlőben, az iskolák specifikumának megfelelően egy kis rajztanfolyam, ami szintén 100 percig tart, illetve a sakkpalotának kedvezve 100 perces sakkmérkőzéseket tartunk. A gyerekek 100 éves öregeknek is beöltözhetnek, a nap végére pedig a jelmezverseny győztese a telet is elkergetheti az iskolából. Mivel mindannyiuk ünnepe, minden osztály elismerő oklevelet és cukorkát kap, illetve a Jót s Jól közérdekű iskolai alapítvány felajánlásából 100 környezetbarát héliumos lufit eresztenek el a 100 perc lejártával.